Ötosztályi elsős kezdte meg a tanévet a Gyulaiban. Írás-olvasás felvételire való felkészülés, ez várt a somogyi sulisokra. Változások a Monták gyógypedagógiai intézetben. Az órarendet és a tanórákon kívül az intézmény is új nevet kapott. Bonis Bonna nemzeti tehetségi díjat kapott Zelei Emőke, a Gyulai Általános Iskola magyar szakos tanára. Gólyavató a Kinizsiben szeptember 20-án tartották a hagyományos gólyavatót, melyen önfeledten szórakoztak a diákok, az újak és a régiek egyaránt. Szombat délelőtt a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat keretében tartalmas programokkal várta a vendégeket az Abonyi Lajos Művelődési Ház könyvtár és múzeumi kiállítóhely. Ismerjük meg az abonyi kúriákat. A Kulturális Örökség napjai programsorozat keretében kerékpártúrát szerveztek. Abonyban szeptember 21 és 22-e között rendezték meg az Ars Sacra Fesztivál részeként a Sej Nagy Abonyban Két Torony Látszik című kiállítást, melynek célja, hogy a művészeten keresztül a vallásra irányítsa az érdeklődők figyelmét. Átalakul az abonyi kézilabda csapat, az edzőváltás mellett több játékos távozott, illetve érkezett a keretbe.